Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy csoda fog történni. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Jelenleg minden így a levegőben lóg. Úgy érzed, vagy ő, a lelki társad érzi úgy, hogy elveszíti, vagy elveszítitek a talajt a lábatok alól. Minden olyan bizonytalannak tűnik. Valami vagy valaki fogva tart itt téged, olyan szűkös a helyzet. Itt az kellene, hogy kilépj ebből a szűkös helyzetből, vagy beszélj vele, hogy tisztázódjanak a dolgok. Itt fontos lenne a kommunikáció. De itt vannak kihívások, támadások, viták, veszekedések. Lehet, hogy ő fél attól, hogy vita lesz ebből, vagy nálad vannak ezek a félelmek. Itt láthatóak az érmék, ezek jelentik az anyagiakat, vagy a munkát, a munkahelyet. Itt igazságtalanságokról van szó. Lehet, hogy ez a kihívás, ez a szűkös helyzet az anyagiakat illeti, az értékeket illeti, vagy a munkát illeti. De itt lesz egy ugrás előre, nálad is, nála is, hiszen kimutatjátok az életerőt, a bátorságot, a lelkesedést. Az is lehet, hogy elrohantok ebből a helyzetből, tehát kiléptek ebből a helyzetből, ahol ezek a kihívások vannak. Itt lesz egy nagy ugrás előre. Előfordulhat az is, hogy kicsit elsietitek a dolgokat, de kell ez a változás, hiszen itt lesz egy új irány. Még visszatekintetek a múltba, de el fogtok búcsúzni a múlttól, lezártok valamit, és ami őt illeti, ezt a férfit, ő uralkodik, e felett a kehely felett, és ez a kehely jelenti az érzelmeket. És ez azt közli a jóslásnál, hogy itt vannak érzelmek, de vannak még kihívások, bizonytalanságok, igazságtalanságok a háttérben, kell rendezni az anyagiakat, a munkát, de lesz egy ugrás előre, és akkor itt érezni fogja ezt a szerelmet, hiszen ha érzelmekről van szó, akkor természetesen utal a ti párkapcsolatotokra. Ennek ő tudatában van, de olyan kényelmesen üldögél itt, nem tesz semmit, nem közli ezt veled, és itt vagy látható, amikor így be van kötve a szemed, nem látod tisztán a dolgokat, és pontosan ez az, ami elbizonytalanít téged. A csoda az lesz, hogy nem fogja elviselni sokáig ezt a nyugalmat, hogy ő a háttérben van, és így pihenget ezen a széken, hanem cselekedni fog, hiszen fontos vagy számára, hiszen itt látható a tűz eleme, pontosabban ennél a képnél látható a tűz eleme, ami utal a szenvedélyekre is, tehát nem csak az érzelmek vannak itt ebben a párkapcsolatban, hanem a szenvedélyek is, és erre neki szüksége van, úgyhogy itt lesz egy kezdeményezés, közeledik hozzád, ami téged, mint egy hölgyet illet, légy várakozó még egy kicsit, itt lesz egy csoda, hiszen jönni fog, nem akar ő nélküled lenni. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rák!